Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozott Orbán Viktor miniszterelnök, és egyebek mellett azt mondta, hogy azzal a felhívással fordul a tagországokhoz, hogy vegyék vissza a hatalmi jogköröket Brüsszeltől. Kerékbárci volt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az milyen Európa az? Hogy kell elképzelni? Lehet, hogy van ilyen forgatókönyv, csak én ezt most még így nem látom át, hogy hogy működhetne. Nem vagyok pszichiáter, tehát nem látok bele Orbán Viktor fejében, nem is szándékozom ilyen karriert befutni. Egyre kell válaszolnia a magyar kormány képviselőinek, tagjainak, Orbán Viktornak, a Fidesz vezetőinek, mindenkinek. Érdekeltek-e az Európai Unióban, az Európai Unió sikerében? Magyarországot az Európai Unió tagjaként képzelik-e el hosszú távon, avagy sem? Ez nem bonyolultabb, ez a kérdés ennél. Lehet csűrni, csavarni a dolgokat. Minden magyar állampolgárnak az az érdeke, hogy mi a nyugathoz tartozzunk, ahogy Szent István óta mindig ez hozott nekünk sikert, barátaink ott vannak, szövetségeseink ott vannak, akkor is, ha vitatkozunk néha velük, nem pedig keleten. A források onnan jönnek, rengeteg támogatás, segítséget kapunk az Európai Uniótól, az Egyesült Államoktól, ettől a euróatlanti vagy transatlanti közösségtől. Itt a hazánk, ez a mi közösségünk, ez a mi baráti körünk. Máshol nincsenek barátaink. Nyugaton értékek vannak, keleten érdekek vannak. Nekünk az értékek irányába kell mozdulni. Tehát ez az egész cirkusz, ami itt van, hogy kinek milyen szuverenitása, meg hogyan, ezeket a magyar állampolgárokat ez nem érdekli. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgárokat Tiszaburán az érdekli, hogy lesz-e munkahelyük. Ma Magyarországon nagyon sok településen nincsen munka. 88% munkanélküliség. Hát attól, hogy holland, finn, brit polgárok mondanak le, meg franciák, meg mások a jövedelmük egy részéről, hogy bennünket segítsenek. Tiszaburán nincsen szennyvízelvezetés. Százával vannak Magyarországon települések, ahol nem iható a csapvíz. Ezt itt Budapesten, egy tévéstúdióban, vagy máshol nem tudják az emberek. Ebben az országban nem jók az életfeltételek millió számra embereknek. Nekünk a lehetőségeink nyugaton vannak, és nem keleten. Orbán Viktor, amikor lebegteti azt, amikor rákérdez egy újságíró, mint ön, vagy bárki, bár ide nem jön el Orbán Viktor, nem merészkedik ide, hogy egyetértem Lázár Jánossal, hogy Magyarország ne legyen, lépjen ki az Európai Unióból, ha ezt megteheti, akkor ilyen körmondatokkal, meg nem tudom, tirádákkal válaszol. Igen vagy nem? Nem bonyolult kérdés. Akarjuk, hogy Magyarország az Európai Unió tagja legyen? Igen. Az október 2-ai népszavazás Magyarország Orbánék általi kiléptetését jelenti, vagy ennek első lépése az Európai Unióból. Nem játszunk a tűzzel. Az tűzzel játszás, hogy felhívással fordul a tagországokhoz, hogy vegyék vissza a hatalmi jogköröket Brüsszeltől. Tehát még egyszer kérdezem, nem kell bele látni. Nem értem. Ja, mit ért ezzel a tűzzel? Én azt hittem, hogy ön érti. Hogy mondjam, nem... vegyük komolyan egymást. Nem vagyunk komolyan. Azt hittem, hogy ön ért. Azért hívtuk vendégségbe, és most kiderül, hogy ön se érti. Hát én Orbán Viktort nem értem. Én azt gondolom, hogy kapiskálom az Európai Uniót, meg azt, hogy miről szól itt a történet. Orbán Viktort nem értem, és ha nem akarok megzakkanni, akkor nagyon nem is gondolok bele, hogy ő mit gondol. Az Európai Unió nyilván reformra szorul. A reform iránya azt jelenteni, hogy még demokratikusabb legyen, még átláthatóbb az Európai Unió működése. Ez még több Európa kell. Mondok egy példát. Az Európai Bizottság elnökét ma a tagállamok, a nagy tagállamok vezetői valamilyen ködös alku keretében választják ki. Ez szerintem nem helyes. Szerintem az lenne a helyes, ha az európai polgárok, így a magyarok által is választott európai parlamenti képviselők választanák az Európai Unió kormányát, vagyis az Európai Bizottságot. Igen ám, de akkor, amikor Orbán Viktor több beleszólást akar, meg több demokráciát, akkor elfelejti, hogy ő maga küldte ki Navracsics Tibort az emberek megkérdezése nélkül az Európai Bizottságba. Vagyis ha mi több demokráciát akarunk az Európai Unióban, akkor bízzuk rá az Európai Parlament képviselőire, hogy kiket választanak az európai kormány vagy a bizottság tagjainak. Az Európai Parlament képviselői is a mieink. Hát így van. Nem valami mások által oda delegált tőlünk. A magyar polgárok legitim módon választották meg. Egy Angela Merkel, amikor felszólal az Európai Unió
érdekében, akkor ő miért nem legitim hangja az Európai Uniónak? A német polgárok sokkal többen vannak számszerűen, mint a magyarok, és ők megválasztották Angela Merkelt. Vagyis amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy az ő hangja, vagyis a magyar miniszterelnök hangja nem érvényesül, vagy nem legitim, akkor miért mutat Németországra, vagy Franciaországra? Nézzük azt a kérdésfelvetést, amely viszont nem Orbán Viktortól származik, nem ő mondta először, ez a bizonyos nehézkes Európa, az intézményrendszerek nehézkes működése, a bürokrácia, az ügyek lassú előrehaladása, ez bizony a nagyságából adódik, tehát minél nagyobb ez a gépezet, annál nehézkesebben megy előre. Tehát ez már egy régi reformra szoruló kérdés. Amit most Orbán Viktor mond, az pedig ebbe a kérdéskörbe beletartozik, de ő itt szó szerint azt mondja, hogy az intézmények nem szoríthatják háttérbe a tagállamokat. Tehát a tagállamoknak a döntésjoga, szuverenitása, az most az egy jogos felvetés, hogy ebbe a nagy gépezetbe nagyon alul van és el van nyomva, tehát ezt kellene erősíteni, hogy sokkal inkább beleszólhassanak a közös működésbe? Az alapkérdés, akarjuk-e az Európai Uniót, vagy nem? Ha valaki azt mondja, hogy akarjuk, ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem? Igen. Ha akarjuk, akkor ezt még demokratikusabban, még átláthatóbban akarjuk működtetni. Ha nehézkes a működése, amivel egyetértek, egyetértettünk 20 évvel ezelőtt is, amikor még európai közösségről beszéltünk, és nem pedig Európai Unióról, akkor több Európa kell. Ha nem mazsolázhatunk ahogy Angela Merkel fogalmazta, a britekre utalva, hogy nem szedegetheti ki a Brexit után, hogy neki kell ez a jogosítvány, meg ez jó nekik, de másból nem kérnek. Ha akarjuk Európát, akkor egészében akarjuk. Ha úgy érezzük, hogy nehézkes a működése, akkor az intézményeket, amelyek élére demokratikusan választott európai állam és kormányfők delegálnak embereket, ahogy a magyar kormány tagjait sem a nép közvetlenül választja, hanem a mindenkori miniszterelnök jelöli, és a köztársasági elnök nevezi ki őket. Nos, tehát ezeket az embereket el kell fogadnunk, és az Európai Parlamentnek kell őket választani. Egyszerűbben fogalmazva. Ha nehézkes a működés, akkor több Európára, több európai parlamenti jogosítványra van szükség. Akkor a demokratikus folyamatokat kell megerősíteni, és ez sajnos a rossz hírem az, ha több Európát akarunk, ha jobb Európát akarunk, akkor a nemzetállamoknak, vagy a tagállamoknak le kell mondaniuk még több jogosítványukról. Tehát és ott vagyunk az Európa Tanácsban, ott vagyunk az Európai Bizottságban, ott vagyunk az Európai Parlamentben. Tehát az az állítás, hogy van egy fejünk felett döntő valami vének tanácsa, és nekünk semmi beleszólásunk, ez nem igaz. Nem igaz. Az Európai Bizottság, mint az Európai Unió kormánya, az ugyanolyan legitim szervezet, mint a magyar kormányt, mint a magyar kormány. Orbán Viktort a nép nem közvetlenül választotta, megválasztották a Fideszt. A Fidesz Orbán Viktort jelölte miniszterelnöknek, nem közvetlenül a nép választotta. Jean-Claude Junckert nem közvetlenül az európai polgárok választották. Az Európai Néppárt kapott többséget az Európai Parlamentben, az 500 millió európai polgár választó jogra jogosult polgárai szavazatai alapján. És ők jelölték Jean-Claude Junckert. Tehát ugyanaz a párhuzam, ezt a magyar emberek egyszerűen megérthetik. Közvetve gyakoroljuk a demokráciát Európában is, meg Magyarországon is. Ezt kell nekünk erősíteni. Nem a bizalmat kell megingatni, megvonni Európától, az Európai Uniótól, hanem meg kell erősíteni a közös akaratot és a bizalmat, mert onnan számunkra jó jön, onnan a stabilitás, a jólét, a biztonság jön. Mindenhonnan máshonnan bizonytalanság, békétlenség, háború jön. Mindenesetre a Publikus Intézet legutóbbi felmérés, amiről a reklám előtt beszélgettünk, azt mutatja, hogy a megkérdezettek többsége most éppen bízik az Európai Unió erejében. Így van, vagyis a magyar állampolgárokkal szembe megy Orbán Viktor akkor, amikor támadja az Európai Uniót. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.